De mikor beszélek eszközcsoportosításról, és mikor beszélek forráscsoportosításról? Ugyanazt a dolgot kétféle szempont szerint csoportosítom. Amikor eszközök szerint csoportosítom, ezt hogy fogjuk hívni? A vállalkozás vagyonát mi szerint csoportosítjuk? Ezeket látjuk megjelenési alak szerint, beszélünk ugye eszközökről. Mindezeket látom, ugye az eszközöket. Milyenek az idegen ruha? Eszközök vagy aktívák? Nagyon jó. Mi a másik csoport, ahol csoportosítok? Források, eredet vagy származás, pénzügyi forrás szerint. Nagyon jó, ügyes. Tehát a vagyon a vállalkozás anyagi és nem anyagi javainak összességét jelenti, amelyet két szempont szerint csoportosítottunk, megjelenési alak szerint eszközökről beszéltünk, ezeket látom, meg tudom fogni. Azt, hogy én ezt milyen pénzügyi forrásból vásároltam, ez ugye az eredet származás szerinti csoportosítás. Na nézzük tovább, az eszközöket hogyan csoportosított? Milyen nagy csoportjai voltak az eszközöknek? Befektetett és akkor mi volt a lényege? Mi lesz a befektetett eszköz és mi lesz a forgó eszköz? A befektetett eszközöket tartósan. Így van. Tovább használja a vállalkozás és a forgó eszközöket pedig? Így van. Egy évnél rövidebb ideig fogja használni őket. Tehát voltak a befektetett eszközei és voltak a forgó eszközei. A befektetett eszközöket tartósan egy éven túl fogja használni a vállalkozás, a forgó eszközöket pedig egy évnél rövidebb ideig. A befektetett eszközöket a továbbiakban külön csoportosítottuk. Immateriálisak voltak, rövidítek. Mik voltak az immateriális javak? A nevéből következtes. Nem anyagi javak. Mondj nekem egy példát. Szoftverek. Nagyon jó. Ki volt az? Licensz. Valamilyen licensz. Nagyon jó. Ügyesek voltak. Mi volt a második nagy csoportja? Tárgyi eszközök. Mondj erre is példát nekem a tárgyi eszközökre. Tárgyi eszközök. Ingatlanok. Tehát olyan eszközök, amelyeket ugye a vállalkozás közvetve vagy közvetlenül használ általában a termeléshez, és ilyen például az ingatlanok. Aztán mi van még, amit a tárgyi eszközök közé soroltunk? Gépek, berendezések, aztán? Volt még? Tenyészállatok, nagyon jó, ügyes. Még egyet mondjatok, ami fontos. Tárgyi eszközöket létesítek, építek, vásárolok, de még nem helyeztem őket üzembe. Mik ezek? Beruházások, nagyon jó. Akkor a tárgyi eszközökre is mondunk néhány példát. Következő harmadikunk mi volt? Befektetett pénzügyi eszközök. Mik ezek a befektetett pénzügyi eszközök? Milyen van a vállalkozásnak a befektetett? Miért fektet be pénzügyi eszközökbe? Mit remél? Valamilyen hasznot remél? Vagy ugye osztalékot abban bízik, vagy mi lehet még? Mi lehet még, amit befektet valahova, van felesleges pénzösszege, és befektet valahova. Csak osztalékot kaphatok? Kamatot. Miután kapok kamatot? Kölcsön adok, igen, vagy mert ugye hitel csak pénzintézet ad kölcsön, a vállalat adhat más vállalkozás részére kölcsön, igen. Vagy amikor tanultuk az értékpapírokat, melyik az az értékpapír, ami után én kamatot kapok? Kötvények, nagyon jó. Ez lehet, hogy államkötvény, vagy pedig lehet vállalati kötvény.
Nézzük tovább a forgóeszközöket. Forgóeszközöket egy évnél rövidebb ideig használja a vállalkozás. Mik voltak a forgóeszközöknek a csoportjai? Készletek. Mik a készletek? Például az áru. Az árunak mi a jellemzője? A vállalkozás maga állítja elő, vagy vásárolja, és utána tovább fogja értékesíteni. Majd még a készletekre például. Anyagok, azt felhasználom a termeléshez, és amit a vállalkozás maga állít elő, azokat hogy hívjuk? Késztermékek. Nagyon jó. Mi volt a következő nagy csoportunk? Követelése. Nagyon fontos, valakitől én követelek valamit. Követelése. Miben vannak ezek a követelések meghatározva? Pénzben, aztán váltóban is lehetnek. Tehát ezek valamilyen jogszerűen a másik fél által elismert követelések, ezek alapulhatnak szerződésre, vagy pedig egyéb más jogviszonyra vonatkozóan. Helyesen mondtátok, eladok készterméket, vevőkkel szembeni követelésen váltók vannak például, vagy az állami költségvetéssel is lehetnek ugye követeléseink, kölcsönadok a dolgozóknak. Mi volt a harmadik? Értékpapírok. Ide milyen értékpapírok kerülnek be? Milyen értékpapírok kerülnek? Milyen célból vásárolom? Ha nem? Forgatási célból. Tehát megveszem, és minél hamarabb szeretném őket értékesíteni. Mi volt a negyedik? Pénzeszközök. Nagyon jó. Milyen pénzeszköze van a vállalkozásnak? Hol van pénz? Bankban van. Azt úgy hívtuk, hogy van számla, vagy elszámolási betét, vagy mi is lehet neki? Készpénz, ez hol található? A pénztárban. És mi volt az a harmadik dolog az eszközöknél, amelyet csak megemlítettünk, de nem beszéltünk róla? Az aktív időbeli elhatárolás. És mi a másik a nagyobb?
részvénytársaságot. Többinél nincs ilyen, nincs ilyen időkorlát, hogy adok egy évet, hogy majd a jegyzett tőkét befizessük. Következő. Tőketartalék. Mi ez a tőketartalék? Mi ez a tőketartalék? Nagyon jó, jegyzett tőkén felül fizetett összeg. Nagyon fontos, ezután mit nem kapnak a tulajdonosok? Nem kapnak osztalék. Jó. Mi a negyedik? Mi a negyedik? Eredménytartalék. Mi ez az eredménytartalék? Mi az eredménytartalék? Mi az eredménytartalék? Ez az előző éveknek a halmozott eredményét mutatja. És itt ugye ez lehet pozitív is, meg negatív is, mert ha több éven keresztül a vállalkozás veszteséges volt, akkor a nyeresség, ami vagy veszteség, ami keletkezett, azt ugye ebben fogom az eredménytartalékba ugye átvezetni a vélek szerinti eredményemet. Ha nyereséges voltam, akkor pozitív, ha több éven keresztül, akkor ez nekem negatív. Következő, mi a kölcsön, és itt a banktól veszem fel hitelt,
A vállalkozások kibocsájthatnak kötvényeket, a tartozások kötvény kibocsátásból azok is hosszú lejáratúak, mert általában 3 éves kötvényeket szoktak kibocsájtani. Mi a rövid lejáratú kötelezettség? Melyek a rövid lejáratúak? Erre mondjatok. 1 éven belüliek. Mondjál-e nekem példát? Rövid. Szállítókkal szembeni kötelezettség, aztán nagyon sok van. Melyik? Váltótartozás. A dolgozóknak hogy fizetik a munkabérüket? Havonta. Tehát a munkabértartozás, aztán hogy fizetek adót az állami költségvetésben? Havonta. Van, aki ugye évente, de a magánszemélyektől levont különféle adókat, járulékokat havonta kell befizetni. Tehát 1 éven belül kell ezeket rendezni. És volt egy utolsó ugyanúgy, amivel azt mondtuk, hogy megint nem fogunk foglalkozni, ő lesz. Jó, na akkor ezeket röviden átnéztük. Megkaptad a feladatlapodat. Nézzük meg az első feladatot. Mégpedig be kell sorolnod a vagyon elemeket. Az első tételt közösen fogjuk megoldani. Neked ott van a lapod, X-el kell jelölnöd, melyik hova tartozik. Az első vagyon elemük a jegyzett tőke, és a jegyzett tőkét be kell sorolnunk valahova, itt lesz a puskád, és tudod használni alul. Ugye az oszlopai úgy néznek ki, hogy befektetett eszközök, forgóeszközök, és vannak a források, a jegyzett tőkét be kell sorolnod. Pedig végig sorban másképp kezdje a jegyzett tőket. Saját tőket, oda teszed a jelzést. Áruk, hova soroljuk? Forgóeszközök, és azon belül is hova helyezzük az árukat? A készletek közé. Készletek közé. Évi következő, váltótartozás. Rövid lejáratú. Jó. Kötelezettség, rövid lejáratú kötelezettség. Megint a következő. Elszámolási betétszámla. Pénzről van szó, a banknál lévő pénzről van szó. Ugye egy banknál bent van a pénzem, ott van. Látom. Pénz. Így van, és akkor hova sorolom? Forgóeszközök közé és a pénzeszközök közé fogom besorolni őket. Jó? Jól, majd bármelyiket kezdjük. Igen. Befejezetlen termelés. Egy speciális dolog. A vállalkozás termékeket állít elő, a számbavétel időpontjában még ezek nincsenek készen. Hova tudnám? Látom ezt, hogy valamit előállítok. Látom ezt? Döntsük el, hogy eszköze vagy forrás. Előállítok valamit. Eszköz. Azon belül. Ugye előállítok valamilyen termékeket, és azt majd el szeretném adni a későbbiek során. Mennyi ideig van ez a vállalkozásnál ez az eszköz? Az a jó, hogy nekem nagyon sokára, akkor már besoroltam maga forgóeszköz, és mivel terméket állítok elő, akkor a 3 csoport, vagy a 4 csoport közül hova sorolnál ezt? Készletek, nagyon jó. Jó, mehetünk tovább? Hosszú lejáratra adott kölcsön. Hosszú lejáratra én adtam valakinek kölcsön pénzt. Hosszú lejáratra. Eszköze vagy forrás? Én? Eszköz. Ha hosszú lejáratra adtam, akkor? Én adtam kölcsön valakinek pénzt. Azt mondtuk, hogy eszköz. Az eszközöknek 2 nagy csoportja van. Befektetett eszközét,
akkor befektetett eszköz, és azon belül pedig befektetett pénzügyi eszközök. Nagyon jó. Következő. Péter, kízó állatok. Ez is egy speciális. Befektetett eszközök. Vigyázz, két helyre soroljuk be az állatokat. Az állatokat besoroljuk egyrészt, ugye, a befektetett eszközök közé, besoroljuk a forgó eszközök közé. A befektetett eszközöknél úgy hívjuk őket, hogy tenyészállató, a forgó eszközöknél pedig növendék és ízó. Tehát rövid ideig van egy célom vele. Gyorsan fel szeretném izdalni, el szeretném adni. Akkor készletek. Így van, a forgó eszközök között tartozik és a készletek között. Jól elfelejtettétek ezeket a tavalyi évről vonatkozóan. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire feledésben merültek ezek a dolgok, hogy ezt igen, csak át kell ismételni, mert másképp nem fog menni a könyvelésünk. Jó, mehetünk tovább. Adóhatósággal szembeni kötelezettség. Adóhatósággal szembeni kötelezettségünk. Rövid lejáratú kötelezettség. Így van, források közé fogjuk besorolni, és rövid lejáratú kötelezettségek közé fog tartozni. Na, a következő, kezdjük itt járművekkel. És nagyon jó. Befektetett eszköz és tárgyi eszköz. Nemesen, következő. A növelési célú részvények. Így van. Befektetett pénzügyi eszközök. Uha, nagyon elfelejtettük ezeket a fogalmakat. Újra kell ismételni. Akkor még kettőt megcsinálunk, és utána majd önállóan fogtok dolgozni. Rövid lejáratú kötelezettségek, és még van egy virág, a következőt azt mondja, hogy szoftverek, befektetett eszközök és immateriális javak. A következőt önállóan oldod meg, és utána megbeszéljük. Nem olyan sok, 8-szor van szó, ugyanaz elv alapján kell megcsinálnod. Gondolkozzál, először is eszköze vagy forrás. Ha eszköz, mennyi ideig használja a vállalkozást? A megoldást, remélem mindenkinek sikerült megcsinálnia. Akkor kezdjük itt kihallgatlak. Anyagok. Anyagok. Hova jelölted? Anyagok, javít. Forgóeszközök és készletek. Javítod, forgóeszközök. Miért? Az anyagokat hova használod? Termelés. Mennyi ideig van akkor a vállalkozásnál? Rövid ideig. Tehát akkor forgó eszköz lesz. Jó, mehetünk tovább? Hosszú lejáratra kaptam valakitől kölcsön. Nagyon jó. Kötelezettség és hosszú lejáratú kötelezettség. Forgó eszköz és követelések. Nagyon jó. Meheni? Nagyon jó. Befektetett eszköz és
immateriális jószá, valamilyen jogot átengedem neki a használati jogát, a tulajdonát, nem csak az, hogy használja ezeket a dolgokat. Következő Kitti. Társadalom biztosítási kötelezettségek, ez kötelezettség és felügyelet. Nagyon jó. Ugye a szavakból is tudsz már rá következtetni, oda van írva, hogy kötelezettség, akkor már tudod, hogy hova kell beírnod a kötelezettségeket. Sári, következő. Tartozásnak törvénykivatásból. Igen. Kötelezettség. Igen, és az előbb említettem neked azt a példát, hogy ugye több évre fogják, több év múlva fizetik vissza a törvények ellenértékét. Hosszú lejáratú kötelezettség. Jó. Következőt akkor. Épülő épület. Bence. Nagyon jó, ügyes, befektetett eszköz és azon belül is a tárgyi eszköz. Az épület ugye az ingatlan, de még nem készült el ez az ingatlan, hanem most építik, most szerelik fel. És a következő az utolsó, Robi, értékelési tartalék, remélem ügyesen tudtál puskázni. Igen. Mert a táblára föl van írva, csak el kell döntened, hogy hova kell ezt elhelyezned. A saját tőkéhez pontosan itt van az értékelési tartalék, csak direkt nem akartam kiírni, mert akkor könnyebben meg tudtad volna találni. Tehát az értékelési tartalék az a saját tőkéhez tartozik minden esetben. Következő egy kis fogalom meghatározások, a következő feladat, a második feladat. Ja nem, igaz hamis a következő. Igaz hamisnál, ugye figyelsz rá, hogy meg is kell indokolnod, hogy igaz-e vagy nem. Az értékpapírokat csak a befektetett eszközök között mutatjuk ki. Kitti? Ez igaz-e vagy hamis? Az értékpapírokat csak a befektetett eszközök között mutatjuk ki. Kitti? Mert... Tehát itt is lehet a befektetett pénzügyi eszközök között is, de lehet az értékpapír. Attól függ, milyen célból fogjuk őket megvásárolni. Tehát aláhúzod azt, hogy hamis, vagy bekarikázod, és odaírod mellé, hogy a forgó eszközök között is szerepelhet. Tehát a forgó eszközök között is szerepel. Nézzük a másodikat. A saját tőkének csak ezek az elemei. A saját tőkének csak ezek az elemei. Jegyzett tőke, tőketartalék és lekötött tartalék. Miért hamis? Tehát nem csak ez az eleme lehet, hanem lehet neki még további négy eleme. Tehát ugye itt látod, a saját tőkének még ezek az elemei is lehetnek. Válaszolsz rám? Következő így szól. A tartósan lekötött pénzeszközöket a forgóeszközök között mutatjuk ki, mert a vállalkozás pénzkészlete, figyelsz a szavakra, hogy mi szerepel benne, tartósan lekötött. Vika, mit mondasz rám? Mert miért? Így van, ha tartósan lekötött valamit, az csak a befektetett eszközök között szerepelhet, mégpedig a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelhet. Következő. Mérleg egyezőség elve, hogy az összes eszköz értéke megegyezik a saját tőke és a kötelezettségek értékével. Igaz, hogy még most nem tértünk rá a mérlegnek a megbeszélésére, de
ha valaki visszaemlékszik rá, ugye arról szólt a mérleg egyezőségnek az elve, tavaly ugye vettük a mérleget is, a leltárt is vettük, hogy az eszközök értéke mindig megegyezik a forrásoknak az értékével, mert ugyanarról a dologról van szó, csak más szempont szerint fogom csoportosítani. A kérdés az, a mérlegegyezőség elve, hogy az összes eszköz értéke megegyezik a saját tőkével és a kötelezettséggel. Ez igaz? Ha nem, hamis, mert még mi is szerepelhet benne és lehet benne. Céltartalékok, és most letöröltem az utolsót, az pedig volt a passzív időbeli elhatárolás. Mikor lenne ez igaz? Mikor lenne ez igaz? Ami nincsen a vállalkozásban? Nem. Ami nincsen a vállalkozásban, nincs céltartaléka és nincsen passzív időbeli elhatárolás. Jó, következő. A kötelezettségeket a lejárati idő alapján soroljuk be, vagy rövid, vagy hosszú lejáratú kötelezettség alapján. Igaz-e vagy hamis? Igen, miért igaz? Hát mert ugye különbséget kell tennem, hogy mennyi idő múlva kell visszafizetnem, és ez teljes mértékben igaz, tehát rangsorolom a visszafizetési kötelezettséget. Jó. Következő. Az állatokat csak a forgóeszközök között lehet besorolni. Erről már az előbb beszéltünk, amikor szóba jöttek itt az állatok. Csak a forgóeszközök közé lehet az állatokat besorolni? Nem, hanem a befektetett eszközök, mégpedig a tárgyi eszközök közé is be lehet sorolni. Van itt még feladat. A B meg a H, azt otthon házi feladatként megcsinálod, légy szíves, jelöld meg. Tehát a G-t és a H-t megjelölöd. Határozd meg az alábbi vagyontárgyaknak a fogalmát. Röviden határozzuk meg ezeket a fogalmakat. Az immateriális javakat röviden próbáljuk meg megfogalmazni, melyek az immateriális javak, mik tartoznak ide, mi a fontos csenget, röviden fogalmaz meg. A szóból következtessél. Milyen, hova soroljuk az immateriális javakat? Mennyi ideig használja ezt a vállalkozást? Hosszú ideig, tehát tartósan használja a vállalkozást. És a nevében benne van, hogy immateriális, akkor nem kézzelfogható, tehát nem anyagi javakról van szó, akkor gyorsan leírjuk a fogalmát, tehát olyan anyagi javak, olyan nem anyagi javak, amelyek a vállalkozás tevékenységét, olyan nem anyagi javak, amelyek a vállalkozás tevékenységét tartósan szolgálják.
tőketartalék? Mi a tőketartalék? Nincs csak itt szerepel benne a tőketartalék. Erről is mondjuk már egy mondatot a tőketartalékról. A tulajdonosok általa jegyzett tőkéből Így van, tehát a tulajdonosok által a jegyzett tőkén felül befizetett összeg. A valóságban nem csak a tulajdonosok, hanem más személyek is fizethetnek be a tőketartalékba összeget, ezután soha nem kapnak osztalékot. A jegyzett tőkén felül a tulajdonosok által befizetett tőke összeg. És nézzük a követeléseket. Fanni? Olyan szerződések és jogszabályi előírásokkal. Tehát szerződések, jogszabályi előírásokkal. Igen, és egy fizetés van mögötte, nagyon fontos, a másik fél által elismert fizetési követelésem van. Tehát jogszerűen, pénzértékben, kifejezett. A másik fél által elismert követelések. És ezek alapulhatnak ugye szerződésen is. Az utolsó fogalmunk lesz a tárgyi eszközök, ezt önállóan gyorsan leírod, mert már nagyon sokszor találkoztunk vele, hogy mi a tárgyi eszköz, utána kérdezem. Tehát mi a tárgyi eszköz? Mi a tárgyi eszköz? Ebből tudsz következtetni, hogy mennyi ideig használjuk. Henni, mondjuk nekem egy szíves a fogalmát? Olyan anyagi javak, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozó tevékenységét. Házi feladatok. Ugye volt az igaz, hamis kérdéseknél kettő, és itt a továbbiakban a többi fogalmat légy szíves, keresd meg a tavalyi évi jegyzetet, benézd meg, és ezt kitöltöd ezeket a fogalmakat. A következő kérésem van még, legyetek szívesek átismételni még egyszer ezeket a jegyzeteket. A következő órán még ismétléssel fogunk foglalkozni, tehát nagyon kell tudnod azt, hogy melyik vagyonelem hova tartozik, eszköze vagy forrás. Tehát a gazdasági események meghatározásánál nekünk azt tudni kell, hogy a vállalkozás melyik vagyonelemére fog hatni, növekedni fog vagy csökkenni. De ha nem tudod, hogy a vagyonelem eszköze vagy forrás, akkor ebből a későbbiek során neked problémát lehet minden esetben. Tehát tényleg nézd át, hogy mi a vállalkozás vagyona, mik az eszközök, mi a források, az eszközöknek a csoportjait megnézed, forrásoknak a csoportjait. A következő órán még átismételjük a mérleget is, meg a leltárt is. Emlékszel rá, készítettünk nagyon egyszerű mérleget. A mérlegben tudnod kell, hogy a mérleg egyes sorait hogyan kell kiszámolni, miből következik.